Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az Albert Irsai Sporttelepen a Ceglidi VSA a győri Eto csapatát fogadja. Az első gólszerzési lehetőség a vendégek előtt adódott, amikor a 27. percben Kabát került jó, de kissé kisodródott helyzetbe. Kabát, hatalmas kapufa, 27. perc, jön a beívelés. Kabát hatalmas lövéssel veszélyeztette Mursics kapuját. Ezután nézzük a mérkőzés további jelentősebb, góllal kecsegtető, vagy éppen azzal végződő eseményei. 37. perc. Peres, Farkas András akció végén utóbbi beadását a középen jól érkező Damásdi fejelte alig kapu fölé. Farkas mehet vissza, megy is vissza. A Cegléd első helyzete, formás akció jobb oldalon, Damásdi érkezett, fejese a felső léc, a keresztlét felett hagyta el a játékteret. 40. perc, vezetés szerzett az Eto. Egy fölöslegesnek tűnő szabálytalanság miatt megítélt szabadrúgást Gyagya mintegy 20 méterről mesterien tekert a jobb sarokba. És nézzük. Kabát átlépi, Gyagya! Szerzi a vendégek vezető gólját a 40. percben. De a vasutas kapusa hiába vetődött, nem érte el a labdát, 0-1. 44. perc. Törtei ugratta ki Damásdit, aki egy védő szorongatásában is megcélozta a kaput, de nem találta azt el. A lövés mellett döntött, alig fölé. 45. perc. A vasutas következő támadása viszont már góllal végződött. Peres és Farkas András kevert a bal oldalon. Még mindig ő. Jön be a labda középre. Damásdi! Ott a Cegléd egyenlítő gólja, gyönyörű! Farkas elmegy, bead Damásdi a jobb alsó sarokba bombáz. Egy-egy tehát, és ha jól látom, a játékvezető véget is vett az első félidőnek, tehát 45 perc után az állás 1-1. Nem sokára visszajövünk. A 62. perc. Az oldalvonal mellől Törtei végzett el egy szabadrúgást. A labdát a Győr kapusa, Szatmári Zoltán bravúros mozdulattal ütötte el a fejelni készülő asztalos elől. 67. perc. Ekkor viszont a hazaiak térfelének közepén a vendégek harcoltak ki egy szabadrúgást, és Farkas Andrásnak egy sárga lapot. A kapu elé beívelt és ide-oda pattogó labda végül Csizmadia elé került. Ez Mursicsé bizonyán. Kapufa! Csizmadia felső lécet, keresztlécet találták. Szabadrugás kifelé. Lemegy a kettes számú Gévéro Gergő. Helyére érkezik Etessel Farkas János. 76. perc. A csereként nem sokkal korábban beálló Ceglidi Farkas János ugrott ki a védők közül. Már csak a kifutó Szatmárival állt szemben, aki mellett megtolta a labdát, majd a gyepre került. Talán a lassítás választ ad arra, jól döntötte a játékvezető akkor, amikor nem büntetőt ítélt, hanem sárga lappal műesésért Farkast figyelmeztette. Perc. Mint az egyenlítő gólnál, ekkor is Peres, Farkas András akció bontotta meg a vendégek védelmét. Bagi mellett, ott a beadás! Hatalmas támadás, gyermek gól! Szerezte Farkas! Peres gyönyörűen ment itt el a bal oldalon. Megtalálta Farkas János a labdával. Szatmári vetődött, de csak beletúrni ütött, így a labda a jobb alsó sarokba került. 84. perc, Gyagya vezető góljára most már két ceglédi érkezett. Dalmádi egyenlített, Farkas pedig megszerezte a második gólját a Ceglédnek.
A kiegyenlített erők mérkőzése élvezetes és változatos játékot hozott, melyen a hazaiak 0-1-ről két korszerű támadás végén szerzett góllal fordítottak az álláson, és végül, nem is érdemtelenül, ők szerezték meg a győzelemért járó 3 pontot. Mindkét együttes sokat tett a sikerért. A győriek kétszer is a lécet találták el, így a döntetlen sem lett volna igazságtalan. Na, itt a hármas hírsz, ami azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy jó mérkőzésen, jó játékkal nyert a Ceglét 2-1-re, mégpedig megérdemelten gagyagoljára Dalmádi válaszolt, a győztes gólt pedig Farkas János szerezte meg a 84. percben. Újabb győzelem sikerült adatni, ezúttal a Győr ellen. Milyen volt a mérkőzés, mondjátok? Természetesen tetszett nekem is az eredmény, hogy maga a játék is, azt a játékot játszották a fiúk, amit megbeszéltünk, de agresszív védekező, hogy abból sikerült ellentámadásokból gólt szerezni. Azt gondolom, hogy sikerült az ellenfélnek kinyitni a méregfogát ezzel az ívelésünkkel, és hogy nagyon szűken volt, hogy nem tudták öves területeket mögöttünk megjátszani. A pontugásunk, hogy mindenképp dicséret illeti a fiúkat, mert azokat nagyszerűen állították. Hát két ilyen tényleg ragyogó szép akciókból döltünk, amiket talán mondhatom azt, hogy az edzéssel is gyakoroltuk, úgyhogy tényleg így kellene tovább menni. Cserekét láttam be, igen. Sérülésem után végre pályára tudtam lépni. Induljál már! Nagyon örülök, hogy végre gólt tudtam már rúgni, mert nagyon vártam ezt. Nem mindjárt, most gyerek. Végre bebírjak, bemutatkozzak a Ceglédbe is. Egy góllal. Hát elég lüktető volt a játék. Kintről, főleg a másik fődőm elég oda-vissza volt a játék. Meg kellett volna nyugtatni, de hát úgy néz ki, a góllal megnyugtattuk. Góllal ma megnyugtattuk, és így még a 3 pont.